Ez nem a Bajnokok Városa karácsonyi különkiadása. Jó estét kívánok! Nekünk is március 27-ét mutat a naptárunk. A rossz idő ellenére azért foglalkozunk a mai adásban autóversennyel, labdarúgással és futunk is egy kicsit. Kedden délelőtt a Sóstói Stadion center pályája is hasonló körülmények között fogadott bennünket. A pályamunkásoknak köszönhetően péntekre minden bizonnyal játékra alkalmas lesz majd a gyep. Pénteken ugyanis a Videóton a Siófokot fogadja az NB1 soros fordulójában. A kényszer szülte 3 hetes bajnoki szünetet követően pénteken hazai pályán fogadja a Videóton FC a Siófokot. A Balatonparti együttesnél keresve sem lehetne jobb ellenfelet találni a tavaszi hazai bemutatkozásra az NB1-ben. Abban azonban Szekeres Adrián és José Gómez vezetőedző is egyetért, nem szabad a Siófok tabellán elfoglalt helyezéséből kiindulni. Az ősszel a Vidi nyert 3-1-re, igaz akkor még Paulo Sousa dirigált. Igazából nem foglalkozunk azzal, hogy a Siófok hanyadikén áll a tabellán. Nehéz mérkőzésre számítunk, lehet, hogy itt a pályatalaja sem lesz a legideálisabb, ha csak most kinézünk a stadionba, hogy egy közel 20 centis hóréteg borítja a pályát. Természetesen nyerni akarunk, már vártuk ezt, hogy az első hazai bajnokink elérkezzen, bízunk benne, hogy minél több szurkoló lesz kint, és egy jó mérkőzésen nyerni fogunk. Minden csapatra úgy kell néznünk, mintha a világ legjobb csapata lenne, nem számít a neve, nem számít, hogy milyen játékosok alkotják. Ha csak egy másodpercre is elhisszük, hogy egy mérkőzés könnyű lehet, akkor nagyon közel kerülhetünk ahhoz, hogy el is veszítsük azt. Ugyanúgy tiszteljük a Siófokot, mint ahogyan tiszteljük a Debrecent, a Honvédot, vagy akár az Eger csapatát, vagy bármely másik csapatot. Minden együttes megérdemli a tiszteletet, nem szabad, hogy a tabellára nézzünk, és az befolyásoljon minket a fejünkben. Minden ellenfelünk erős, és minden ellenfelünk jó játékosokkal rendelkezik. Ha nem tiszteljük őket, akkor sokat veszíthetünk az erőnkből. Tehát, ahogy mindenkit, úgy a Siófokot is tiszteljük, mert remek játékosok alkotják a keretét. Ha a kötelező győzelmek előtt a játékosaimmal külön kell foglalkoznom, akkor a következő szezonra le kell cserélnem őket. Jelenleg 12 pontra vagyunk az első helytől, ha ez nem elég motiváció, ahhoz, hogy tisztességesen felkészüljünk a Siófok ellen, az baj. Hiszen ha a Győr, a Debrecen vagy az MTK ellen játszunk, ott is 3 pontot adnak a győzelemért. Ugyanúgy, ahogy a Siófok ellen is. Ez kell, hogy motiváljon minket. Mi mindig a következő meccsre készülünk, ez pedig a Siófok elleni lesz. A mi motivációnk a harc a 3 pontért, vagy a kupában a továbbjutásért, vagy éppen a kvalifikációért a nemzetközi porondon. A célunk az, hogy a pályán megtegyünk mindent a győzelemért a 3 pontért. A Sóstói Stadion center pályáját kedden még vastag hótakaró borította, ami nehéz, mély talajú pályát vetít előre a meccs időpontjára, de ez nem jelenthet gondot. The football that we like to play. A pálya talaja valószínűleg nem lesz megfelelő állapotban, és ez nagy kihívás nekünk, mert nem kedvez annak a játéknak, amit mi játszunk. De ez minket nem érdekel. Ha lesz lehetőségünk a saját stílusunkban futballozni, akkor azzal a filozófiával megyünk majd ki a pályára, amilyenben minden meccsre kimegyünk. Ha ez nem lehetséges, akkor elővesszük a B-tervet és azt a megoldást, amivel sikeresek lehetünk. De a lényeg, hogy megszerezzük a 3 pontot tisztelve a Siófokot, ez az első lépés. A pálya, ha rossz lesz, nekik is ugyanolyan rossz lesz, ez nem lehet kifogás, maximum arra, hogy más felfogásban játszunk. Ha nem játszhatjuk a saját játékunkat, akkor meg kell találnunk a megfelelő megoldást. A mostani szituáció bármikor előfordulhat a jövőben is, erre fel kell készülnünk. Volt időnk, hogy ezt megtegyük, szóval ez nem lehet kifogás. A tervünk az, hogy az eddig látott játékrendszerben lépjünk pályára. Az előfordulhat, hogy más játékosokkal, mint akik eddig kezdőként szerepeltek, de remélem az időjárás segít nekünk, és akkor tényleg azt játszhatjuk, amit tudunk, azokkal, akikben eddig gondolkoztunk. Okay, like we like, we need to find another solution. Mindenféleképpen támadólag fogunk fölépni a mérkőzésen. Igazából az elmúlt mérkőzésen és a Pécs elleni ligakupa mérkőzésen is egy elég mély felázott talajpályán játszottunk. Meg kell birkózni a Siófokkal is és a pálya talajával is. A Videóton 2013-ban eddig a debreceni 0-0-át leszámítva valamennyi tétmeccsét megnyerte. Bízunk benne, igen, hogy ez minél tovább fog tartani a széria. Igazából minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni. Eddig jól kijött a lépés, de úgy gondolom, hogy tettünk is érte. Így megyünk tovább is. A sorozatot pedig lehet folytatni a pénteken 19 órakor kezdődő Videóton Siófok meccsnek a fehérvári alakulat az esélyese. A
múlt héten már láthattak egy hosszabb interjút Sebessén Dalma kiváló úszó edzőjével, Sárdi Ákossal. Dalmát akkor betegsége miatt nem tudtuk megszólaltatni. Most ezt a hiányosságot szeretnénk pótolni. A Hullám 91 UV fiatal tehetséges úszója az ifjúsági Európa-bajnok Sebestyén Dalma vezető edzőjével Sárdi Ákossal 3 hétig Spanyolországban, majd ezt követően újabb 3 hétig Dubajban edzőtáborozott. A második edzőtábor már egy újabb felkészülési ciklus kezdete volt, melynek folytatásaként a hét végén már versenyen vesz részt Sebestyén Dalma, a Budapest bajnokságon ugrik medencébe, nem kevesebb, mint 4 számban. Most így a betegség után nem tudom, hogy fog sikerülni, mert mindent beleadok. A 50 mellen, 100 mellen, 200 mellen fogok úszni, meg 100 gyorson. Szóval mindegyik napra jut 2 szám, és ez ugye döntős rendszerben van, szóval remélem azért jól fog sikerülni. Dalma számára az idei esztendő fő versenye természetesen a júliusi lengyelországi ifjúsági Európa-bajnokság, ahol egyrészt szeretné megvédeni kontinensbajnoki címét 200 vegyesen, másrészt szeretne még több érmet begyűjteni más számokban is. Ezen felül is vannak azonban céljai Dalmának, aki a budapesti versenyt követően külföldön száll medencébe. Lesz Izraelbe világkupa, arra is megyek. Ott 3 számba fogok úszni, cél, hogy VB-re szintet tudjak úszni 50 meg 100 mellen. Ez már felnőtt VB-ről beszélünk. Ez felnőtt VB, nem valami könnyű, de meg lehet csinálni. Úgy érzed, benned van? Szerintem meg tudom csinálni, mert 50-en nincs sok, szóval 32-25-öt mentem még decemberben, és 32-0 VB szint, az A VB szint. Ugye az A-szinttel 2 ember tudnak kivinni, most a Stankovics Anna még van, ő neki már szerintem megvan a szintje. Hát 100 mellen azért már nehezebb, mert ott 0-0-8 azt hiszem, de hát ott nekem 10 van, de hogyha szerintem megúszom 50 mellen, akkor már kivisznek. Európa bajnoki címvédés és felnőtt válogatottság Sebestyén Dalmára tehát mozgalmas hónapok várnak 2013-ban. Jövő hétvégén Eger környékén fölbőgnek a motorok a Rally Országos Bajnokság első futamán. Matók Ádám Székesfehérvár eddig első és máig egyetlen magyar bajnok rally versenyzője. Ugyan az időjárási körülmények miatt még tesztelni nem tudott, az autó matricázása azonban a héten már megtörtént. Ádám, milyen fázisban van az autó, mi történik ma a gép csodával? Az autó múlt héten készült el, és most tartunk ott, hogy kitaláljuk, hogy milyen dizájn lesz rajta. A kiadtalálási fázisán már túl vagyunk, most már a matricázásnál járunk, és én ezt a színes mintát találtam ki, hogy egyrészt figyelemfelkeltő legyen, másrészt nem volt túl sok ötletem, hogy milyen színű legyen, ezért úgy döntöttem, hogy mindenféle színű legyen, és ez alakult ki belőle, remélem tetszeni fog a szurkolóknak, nekünk már nagyon tetszik. És egyrészt az egyik oldal ilyen lesz, mert ezt a Tián választotta a színeket, a túloldal pedig más milyen lesz, mert azokat a színeket pedig én választottam. Azért ezzel elég egyedülállóak lesztek a rally mezőnyben. Ezzel mindenhol egyedülállóak leszünk, mert én nem találtam ilyen mintát sehol. Tehát amikor meg akartam mutatni, hogy annak, aki tervezte, hogy milyen legyen, akkor nem találtam hozzá mintát. Úgyhogy, és egyébként ő se talált hozzá mintát, úgyhogy tényleg nagyon egyedi lesz. Sehol semmilyen autón nem volt még ilyen minta, legalábbis mi nem tudunk róla. De az azért látom, hogy a Zero Fighter matrica tetőn megmarad. Muszáj volt megtartani, mert szerencsét hozott nekünk eddig, úgyhogy nem akartam tőle megválni. Ádám, mit kell tudni az autó teljesítményéről és erről a motorról? Ez a motort a Havasi Péter építette, nagyon elismert magyar motorépítő szakember, több 10 éves tapasztalattal, és ez egy gyári Honda motor versenyverziója, tehát Japánból érkeztek az alkatrészek hozzá, itt lehet látni ezeket a Mugen feliratokat, ugye ez a leghíresebb Honda tuning cég, ők gyártják a Honda versenymotorokhoz az alkatrészeket, valamint még most a Mihalis Norbi is ugye Olaszországból vette az autóját a Yas Motorsporttól, ebbe is nagyon sok Yas Motorsportos alkatrész található, tehát ez a rendes széria Honda Type-L motornak a versenyverziója, itt lehet látni ugye egy carbon airboxot, itt szívja a motor a levegőt, lehet látni, hogy ez mennyivel nagyobb, tehát ez széria kivitelbe nagyjából egy nagyobb narancsnak felel meg, itt meg ugye egy görögdinnye méretű, hogy rendesen el lehessen látva a motor levegővel, valamint belül található benne olajhűtő,
hűtő, ami nincs egy szédia autóba, akkor ez a hűtőbord, ez se szédia, tehát ebben mindenki van cserélve, a szervókormány az egy hidraulikus szervókormány, tehát nem a szédia elektromos, mert szükség van arra, hogy ezeket a nagy kerekeket el tudja forgatni ugye versenytempónál is, hogy megfelelő legyen benne a nyomás, ugye rövidebb az útja eleve, tehát sokkal kisebb úton mozog a kormány, mint nem kell két fordulatot tekerni mondjuk, hanem csak háromnegyedet egy teljes fordulathoz, tehát nagyon agilis tőle az autó, valamint itt vannak ezek a piros tartályok, ezek pedig az új lengéscsillapítónak a tartályai, ezek Extreme-tek, szintén Olaszországba gyártják őket, ezt amikor a Honda kifejlesztette ezt a versenyautót, akkor ezt homologizálták hozzá, úgyhogy ezzel megyünk aszfalton, azóta már van ennél egy újabb fejlesztés, nekünk az Murvára van meg, az pedig egy Öhlins szerkezet. Rendkívül fejlett a motor, ugye 2 literes szívó, 254 lóerő, és 8600-as fordulatnál szabályoz, és 187 km per óra a vége, tehát rendkívül jól gyorsul. És hogyha tudásban össze akarjuk hasonlítani a tavalyi autótokkal, mondjuk csak a motort és annak teljesítményét, valamint adottságait, akkor nyilván az lesz a válaszod rá, nem nagyon lehet, de netán mégis, hogy lehetne. Akkor mondjuk úgy tudnám hasonlítani, hogyha a Forma 1-hez hasonlítanám, akkor mondjuk az előző autó az egy betétfutam lett volna, ez pedig az éles Forma 1-es, tehát akkor a különbség a kettő között ég és föl, teljesen nem lehet összekeverni. Ugye abban nagyon sok olyan alkatrész volt, ami egy utcai autóval megtalálható, és ezek az alkatrészek többnyire a komfortot szolgálják. Tehát egy futóműbe például nagyon sok gumi alkatrész van utcán, pontosan azért, hogy a gödröket ne érezze az ember, amikor átmegy. Ugye ezek a gumi alkatrészek, ezek kopnak, nyúlnak, nem lesz tőle precíz az autó. Ebben minden alkatrész, ami egy utcai autóban gumi, ebben ugyanúgy fém, tehát fém szilentek találhatóak benne, teljesen direkt az egész ráz, üt, vág, és ez benne jó, hiszen sokkal precízebb tőle a futómű. Mit kell tudni az autó futóművéről és a fékrendszeréről? Ugye korábban már mondtam, hogy az autóban most már nem található gumiszilentek, hanem minden fém a fémen, tehát a szilentek ugye úgy működnek, hogy találkozik ez a két egység egymással, azt egy gumiágy fogja közze. Ebben most már nincsen ez a gumiágy, hanem konkrétan minden fém a fémmel találkozik, és ott sokkal precízebben tud mozogni, ugye kiküszöböli azt, ami a gumi nyúlásában benne vannak. Plusz ugye van rajta most már egy versenyfék ezen az autón, az előző autóban egy utcai fékrendszer volt, annak minden hátrányával együtt, és ez most már egy abszolút versenytechnika, sokkal nagyobb az átmérő, sokkal vastagabb, sokkal jobb fékhatást tud elérni, és ebbe szintén nincsenek most már gumicsövek, hanem fém csövek kötik össze, tehát még az sincs benne, hogy ha erősen nyomja az ember a pedált, akkor a gumicsőnek a nyúlása bele tud zavarni, hanem abszolút teljesen precíz lesz tőle az autó. Én remélem, hogy tavaly is kérdeztelek a fékekről, akkor azt mondtad, hogy nem nagyon szerettek megállni, úgyhogy nem is annyira lényeges, de nyilván fontos, hogyha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a tavalyi autó fék hatásával, hogyha mondjuk a tavalyi autó egy bizonyos féktávon megállt, vagy 10 méteren megállt féktávon, akkor mondjuk ez az autó mennyi egy utcai utat? Autóba ugye található fékszervó, attól olyan könnyű benyomni a pedált oda-vissza. Ebben most már nincsen fékszervó, tehát amikor én belépek a fékbe, akkor pontosan annyira lassul az autó, amilyen erővel én tudom nyomni azt a pedált, mert abszolút direkt a kapcsolat a lábom és a pedál között. Az előző autóba nagyon nehéz volt megtalálni azt a határt, hogy meddig segít a szervó és honnan fog be a kerék. Tehát könnyű volt magadat úgy elfékezni, hogy túlságosan benyomtad a pedált és leblokkolt a kerék. Ezen most már nehéz, szinte két lábbal kéne taposnom a pedált, hogy be tudjam annyira nyomni, hogy állóra fékezze a kerekeket. És ettől sokkal precízebb a fékhatás, mert mindig exakt. Tehát amennyire nyomom, annyira fog. És az, amit te kérdezel, hogy mennyire ott áll meg az autó, szerintem nagyjából fele távolság alatt meg tudok állni, mint az előzővel. Nagyon kényelmesen és komfortosan érzem magam ebben az autóban, bár nem az én méretemre szabták ezt az ülést. Ádám, te hogy érzed magad az autóban? Mennyire sikerült már megszokni, mentével azért gondolom néhány métert? Egy pár kört tudtam vele már menni a műhely körül, még nem igazán sokat, de nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk
ebből az nagyjából 10-15 kilométerből is, hiszen kiderült az, hogy a fékrendszer még nem tökéletes például, ugye ez egy új autó most készült el, úgyhogy nagyon sok gyermekbetegsége van, ilyen volt ez is, valamint az, hogy egy kicsit előrébb kell hozni az ülésemet, a kezelőszervek azok például már jó helyen vannak, még ilyeneket nem tudok, hogy elége nekem, hogy például csak a sebességi fokozatot mutatja ez a jelző, tehát nincsen fordulatszám visszajelzésem, ugye az a navigátor előtt van. Elméletileg nekem elég lenne az is, hogyha csak azt látom, hogy hányadik fokozatban vagyok, valamint van egy lámpám, amiből tudom, hogy mikor kell váltanom. De egyelőre próbálom megszokni, nekem nagyon tetszik, sokkal versenyautósabb, mint eddig, ami volt. És ugye azt tudjuk, hogy ahogy elmondtad, hogy ez egy nagyon jó autó, jóval jobb, mint a tavalyi, azt láttuk ugye tavaly, hogy te mire vagy képes, de mire lehet képes a Honda, Szabó Kártyán és Mató Kádám alkotta a trió az idei szezonban? A Mató Kádám és Honda trió 3,5 éve veretlen, a Szabó K és Mató Kádám duó az pedig most már 1 éve veretlen, úgyhogy szerintem elég jól muzsikálunk, szerintem ezután is jól fogunk muzsikálni, és nincs is más célom, mint hogy megnyerjük a bajnoki címet. És oda pörkölni Olli Sasának mondjuk. Nem csak neki, mindenki másnak is. És hol láthatunk idén először versenyezni, meg egyáltalán mi valósulhat meg abból, hogy EB futamokon szeretnétek részt venni? Április 5-én és 7-én lesz az Eger Rally, hogy a nevéből is hallatszik Egerbe, úgyhogy ott fogunk először. Hát Egerrel ezzel kapcsolatban ma nem olyan egyszerű, hogy az Egri futballcsapat Vácon játszik mostanában a mérkőzést, úgyhogy akkor ezek lehet... nem egyértelmű, de az Egri rally verseny az Egerbe lesz, illetve környékén, és ott fogunk először rajtozálni, valamint még szeretnénk a közeli Európa-bajnoki futamokon, értem ezzel a Csehországot, Horvátországot, akár Romániát, tehát olyan Európa-bajnoki futamokat, amihez nem kell nagyon sokat utazni. Akkor győzelem vagy halál? Ahogy eddig is. Oké. Illusztris vendéget fogadott ma a Fehérvár Rögbi Klub. Tamara Taylor, az angol női rögbi válogatott egyik tagja látogatott el Székesfehérvárra megtekinteni a serdülők edzését. Tamara Taylor egyébként Zánkára érkezett egy nemzetközi női konferenciára. Hazánkba érkezett Tamara Taylor, a világbajnoki ezüstérmes angol női rögbi válogatott tagja egy nemzetközi rögbi konferenciára, melyet a napokban tartanak Zánkán. És ha már így tett, akkor egy rövid látogatás erejéig megállt Székesfehérváron is. A Fehérvár Rögbi Klub tagjai az Egyesület klubházában fogadták a vendéget, ahol a gyerekek közös fotózásra invitálták a kiváló játékost és szorgosan gyűjtögették az autogramokat is. I've come to help with the women's training in Zanka. Egy edzőképzésre érkeztem Zánkára, most éppen útközben vagyok, ezért tudom megnézni az edzést. Meglepődtem, amikor láttam, hogy mennyi hó van itt Magyarországon, de nagyon tetszik az ország, még sosem jártam a világ ezen részén. Nagy élmény ez nekem, örülök, hogy találkozhatok a magyar emberekkel, és hogy egy kicsit körbe is nézhetek. Angliában a férfiak rendre több tízezer néző előtt lépnek pályára, de a hölgyek meccseire is egyre többen kíváncsiak a Szigetországban. Tamara szerint a médiának is komoly szerepe lehet abban, hogy minél többen megismerjék a női rögbit. De nagy előrelépésnek tartja, hogy Rióban 2016-ban az olimpiai programban is szerepet kapott a sportág. Az emberek nem tudnak túl sokat a női rögbiről a világban. Az a mi feladatunk, és talán a médiá is, hogy megismertessük a világgal, hogy ez mennyire jó sportág a hölgyek számára is. A média abban úgy tud segíteni, ha folyamatosan beszámol az eseményekről, foglalkozik a lányokkal, akik például itt is játszanak. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy szerepelhessünk a tévében, az újságban, és meggyőzhessük az embereket arról, ez egy nagyon jó sport. Játsszák akár férfiak, akár nők. Fantasztikus dolog, hogy a következő nyári olimpián Rióban ott lehet a hetes rögbi. Azt gondolom, sok ország küzd majd ezért, hogy ott lehessen, ez nagyon jó a sportágunknak. Rengeteg ember láthatja majd a helyszínen vagy a tévében a rögbit, és szerintem meglepődnek majd azon, hogy mennyire nagyszerű sport a miénk. Tamara Taylor a Fehérvár Rögbi Klub edzése után útnak indult Zánga felé, hogy megossza a sportágban szerzett tapasztalatait az érdeklődőkkel, és egészen hétvégig Magyarországon tartózkodik majd.
Idén is megrendezik majd a tiszta, egészséges Székesfehérvárért futóversenyt, ez okból rendeztek tegnap sajtótájékoztatót. Aki azonban már tegnap is szeretett volna futni, az megtehette, hiszen a nyuszi futást rendezték tegnap. Igaz, információink szerint a nyuszik feneke alaposan befagyott. Nagy sikert aratott 2012. júniusában a TESZ, vagyis a Tiszta és Egészséges Székesfehérvárért elnevezésű utcai futóverseny. A rendezvény főszervezői, az Alba Régi Atlétikai Klub és a Deponia Kft. A pozitív visszajelzéseknek köszönhetően idén is megrendezi a remek hangulatúnak ígérkező utcai futást 2013. június 9-én. Jó lenne, hogyha minél többen részt vennének családi csapatok, vállalati csapatok, illetve egyéni futásra is lesz lehetőség, tehát mindenki megtalálja azt a lehetőséget, hogy rövidebb távot, hosszabb távot profi versenyzőkkel, vagy kevésbé profi versenyzőkkel versenyezve, de tegyen a saját egészségért. A legutóbbi esztendőhöz képest persze vannak változások is a programban. Új lesz majd az útvonal, ezt a belváros átépítési munkálatai indokolják. Belvárosban ezt nem tudjuk megcsinálni. Nagyon jó ötlet az, hogy a Rákóczi úton a Szénatérig a városkaputól és vissza, ez lesz egy 1300 méteres kereszt fogjuk használni. Ez egyik fő változás, másik az, hogy a legfiatalabbak és legidősebbek, ezt úgy nevezik, hogy óvodás és nyugdíjas séta, ők is kapnak egy pályát. A második Tiszta és Egészséges Székesfehérvárért utcai futóverseny helyet kapott a 2013-as emlékév programjában. Az utcai futófesztivál során családi csapat és munkahelyi váltóversenyeket is rendeznek majd. Ahogy dr. Cselparkovics András Székesfehérvár polgármestere fogalmazott, a rendezvény egy Székesfehérvár tömegsport életében fehér foltnak számító területet fed le. Olyan nagy rendezvény, ahol egyszerre sok ember mozoghatna egy kicsit, gondolhatna a saját és mások egészségére, előtte, utána egy jót beszélgethessen, vagy magyarul igazi közösségi programját tudjon alakulni, abból valóban szerintem is kevesebb van, és ezért jó minden ilyen kezdeményezés, és ezért örültünk annak, hogy idén is a szervezők úgy döntöttek, hogy szeretnék ezt megrendezni. A nevezési díj egy darab PET palack lesz a futóversenyre, melynek védnöke dr. Cserpalkovics András polgármester mellett Miklósa Erika operaénekesnő lesz. Nagyon szépen köszönöm, és azért én remélem, hogy a sajtó elviszi a hírét annak, hogy azért vannak itt Fehérváron nagyon, és Fehérváron kívül is nagyon kitartó műzik, nyulak. Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok köszöntötte az elszánt vállalkozó kedvűeket, akik ezúttal tényleg megérdemelték az elismerést. A télies idő sajnos azokat tartotta távol, akiket a leginkább vártak a szervezők, a kisgyerekeket, de néhány elszánt futó így is részt vett a fehérvári nyuszi futáson, melyet a Magyar Tartalékosok Szövetsége Fehér megyei szervezete rendezett. Honvédelemmel foglalkozik ez a civil szervezet, a honvédség megismertetése, és egyben a sport, az egészséges életmódra nevelés itt is nagyon fontos. Itt az ifjúságot a sporton keresztül lehet leginkább megfogni. A szabadművelődés házánál azért volt pár gyermek, ők és a felnőtt futók is csoki tojást kaptak a részvételért. A sportolók az extrém időjárásban sem hátráltak meg, pedig volt köztük, aki néhány napja még a balatoni szupermaratont teljesítette. Mi egész télen készülünk a tavaszi futóversenyekre, tehát hóból, atyakba, velencei egységbe még esélyt se adunk, hogy feladhassuk. 4 napos Balaton szupermaraton teljesítettük a Balaton körbe, ugye ott 2 nap is 50 km feletti táv voltak, meg a 2 közt is 40 fölött, tehát maraton fölötti távok, és ez eléggé megviseli az embernek a szervezetét. A nyuszi futást jövőre is megrendezik, remélhetőleg tavasziasabb körülmények között. Ennyi volt mára a Bajnokok Városa, remélem érdemes volt velünk tartani. Tegyenek így a jövő héten is, tudják, a régi helyen, az új időpontban, vagyis a Fehérvár Televízióban, szerdánként 19 óra 45 perctől. Én kellemes húsvéti ünnepeket, sok locsolót kívánok, vagy jó hógolyózást!